Kókai Krisztina grafikus és textilművész, 4 évtizedet meghaladó alkotói munkásságának emblematikus szövött fali kárpitjaiból, textilre festett grafikáiból, valamint egyedi és sokszorosított rajzaiból nyílt jubileumi tárlat a Pesti Vigadó 6. emeleti galériájában. A kiállítás a Vonal misztériuma címet viseli, és aki ismeri a 75 éves művésznő munkásságát, az rögtön megérti, mit takar ez a talányos cím. A kiállítás január végéig látogatható. Esztergomi születésű vagyok, ami nekem nagyon fontos, és egész mostanáig is nagyon végigkísért az életemben, munkáimban is. Én nagyon korán elkezdtem rajzolni, hát ez úgy olyan természetes volt, hogy én mindent lerajzolok. A Kisdunaparton, ahogy mentünk végig, ugye az kanyarodik, és akkor nagyon szép a platánsorral, és fölötte a bazilika emelkedik egy bizonyos pontról. Azt minden festő mindig megfestette, a helyiek is, meg mások is. És én ott megálltam, és néztem, hogy ez milyen jó, és hát ezt én is kell, hogy ezt csináljam. És ugyanoda kiültem kislányként, és megfestettem én is ugyanazt. Nagyon érdekes mondhatni azt, hogy ilyen intermediális művésznek lehet őt tartani, akinek a pályája a 70-es években kezdődik el. Az iparművészeti főiskolára felvételiztem, tanítottak rajzolni sokat, gyűjtéseket, növényi, mindenféle népművészeti motívumokat, szóval nagyon, nagyon jó alap volt ez. Közben én növénytanulmányokat rajzoltam, én most találtam meg szinte a kiállításra készülve, és most is, tehát szóval megállja a helyét, úgy látom. És ezekben a növényekben olyan micsoda drámák, és micsoda döbbenetes kifejezés egy-egy ilyen. Életmű kiállításról beszélünk, de kitaláltunk neki egy ilyen értelmező jelzőt, hogy a vonal misztériuma, ami tökéletesen föléleli mind a két szó Kókai Krisztina alkotó művészetét. Egyrészt a vonal, ami teljesen meghatározó az ő munkásságában, tehát látjuk, hogy ez a szaggatott, meditatív állapotot előidéző, talán a szívritmusnak a lüktetését is emlékezetünkbe idéző szerkesztésmód, mondhatni ezt, abszolút meghatározó eleme a vonal. Ezekkel a vonalakkal nagyon sok mindent ki lehet fejezni. Érzéseket, véleményeket, kérdéseket, indulatokat. Hosszú évekig naplót írtam minden nap, és akkor ugye arra gondoltam, hogy ez is valami olyasmi, hogy ami bennem van, most nem írom le betűkkel, de húzom a vonalakat. Egy erős grafikai hatása van, és iránya is az ő munkáinak, aminek az az érdekessége, szépsége, egyedisége, hogy úgy tudja az apró formákat, formákon keresztül feldolgozni a témáját, hogy sose veszti el a nagy kompozíciónak az egységét. Véleményem szerint egy kurátornak az a dolga, hogy segítsen, semmi több. Abba legyen partner, hogy minél jobban tudja magát megmutatni a maga a kiállító művész. Úgyhogy ilyen szempontból itt azonnal megvolt a közös álláspont. Ugye a nagy termekben egyértelmű, hogy a nagy műveket kellett kirakni itt, ahol most állunk, itt egy nagyon intim, nagyon csendes, nyugodt légkört szerettünk volna kialakítani, ami alkalmas arra a szemlélődésre, hogy az ember megálljon egy-egy munka előtt, és belevesszen ebbe a vonalhálóba. A misztérium szó azért került ebbe a megnevezésbe, azért hangsúlyos, mert az egész munkásságát ez a fajta
belső intuitív meghatározottság jellemzi. Főleg inkább egyfajta transzcendens vonatkozás, hogy ő átengedi önmagát annak az élménynek, misztikus meditatív állapotnak, ami által ő egyfajta ilyen interpretátor szerepben a belső érzéseknek a térképét, naplóját tudja így kivetíteni. Amikor alakult, akkor vettem észre, hogy ez egy palástforma. És akkor éppen készültem a Fészekben egy kiállításra, és hát már ezt megpróbálom fölnagyítani, és akkor gondolkodtam azon, hogy hát a vonalak helyett betűket kéne, milyen jó lenne, ha az betű, és akkor már jött az ötlet, hogy na mi is, milyen betűk, mi legyen, mit mondjon ez a palást. Többször volt úgy az életemben, de ez volt talán így az első, hogy mintha valaki, hát szóval mindenképpen, hogy a kezemet vezetné. Többször van olyan, hogy valamilyen kiállításra, vagy saját kiállításomra, vagy közös kiállításra készülünk, és van téma, és kiderült, hogy amit éppen én rajzoltam otthon, az abban pont odaillik. Nem tudok, hogy mondjam, rokon vagy hasonló művészeket megemlíteni a nemzetközi mezőnyből sem.